Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. június 6-án, csütörtökön pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Megfelelő ütemben halad a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése. Új nyilászárókat kapott az Erdőtelki óvoda. Megnyerte a bajnokságot a kiskörösi KSK U18-as csapata. A Budapest-Belgrád vasútvonal kiskörösi szakaszán is már látványosak a munkálatok, hiszen a vasútvonal kapacitásbővítő korszerűsítése a megfelelő ütemben halad. Az ütemterv szerint pedig 2025 végére már átadásra kerül az új vasútvonal. A Budapest-Belgrád vasútvonal kapacitásbővítő korszerűsítése a megfelelő ütemben halad, így a kiskörösi szakaszon is már látványosak az eredmények. Látszanak a liftaknál, amik a peronoknál jönnek majd föl, látszanak már a tetőszerkezete a peronoknak, alakul pár napon belül fedés lesz rajta, és az is elkezdett látszódni, hogy a vasút állomás épülete is már a falazata itt van, a tetőszerkezetet kell kialakítani. A régi állomás épülete lebontásra kerül majd, melynek helyére a jövőben a MÁV-val egyeztetve akár további parkolók létesítésére kerülhet sor. A tervek készen vannak, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy a Kínai Magyar Vasút Társasággal és a MÁV-val is elkezdtünk beszélgetni az új vasútállomással szembeni buszmegállóról. Ezt is szeretnénk, hogyha ez a buszmegálló is megújulna, hiszen szerves része lesz a busz közlekedés, a vonat közlekedésnek, és azt szeretnénk, hogyha ez egy egységet alkotva újulna meg teljesen ez a környék. Az elmúlt hetekben a nyomvonal mellett kiépítésre kerültek a zajvédő falak is. Ez egy bejáratott, jól működő dolog, hogy a forgalom zaját el kell a lakóvezető választani, és egy nagyon jó minőségű zajvédőfal épül a lakóvezető és a vasútállomás közé. Remélem, hogy a lakosságnak nem lesz problémája a vasúttal. Akik itt érnek, azok már meg is szokták, hogy azért vasút mellett élnek. A régi vasutak lehet, hogy zajosabbak voltak a menet teljesítmény szerint, de a sebesség viszont itt óriási. Ezt meg mi még nem tudjuk felmérni, hogy egy 160 km/h közlekedő vonatnak, ha nem is a sín teljes mértékben ugyanaz a sín kattogózaja van, de azért a sebességnek óhatatlanul zaja van. Budapest és Belgrád között 8 óráról 3,5 órára csökkenhet a menetidő a személyszállító vonatok esetében, de az elővárosban is jól érzékelhetően rövidül az eljutási idő, és sokkal sűrűbben fognak közlekedni a vonatok, ezáltal akár négyszeresére is nőhet az utasszám, ezáltal új lehetőségek nyílnak a város és annak lakói számára. Az ütemterv szerint pedig 2025 végére már átadásra kerül az új vasútvonal. A város intézményeiben több energetikai fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban, az energiaválság okozta költségek csökkentése érdekében. Legutóbb a kiskörösi óvodák Erdőtelki óvodájának nyilászáróinak korszerűsítésére került sor. Az energiaválság okozta nehézségek áthidalása érdekében számtalan energetikai fejlesztést valósított meg a városvezetés az elmúlt időszakban, melyek várható eredményeként csökken a város intézményeinek üzemeltetési költsége. Az óvoda és a gyermek az alap, ugyanígy a bölcsöde is. Ugye egy bölcsödefejlesztést is végrehajtottunk, az is a 2023-as évben fejeződött be, az óvodákat is folyamatosan fejlesztjük, és ugye hát megépítettük a Kőrisfa óvodát. Kivettünk a sorból két nagyon elavult óvodát, és hát most az Erdőtelki óvodán lesz a sor, mert most már tényleg az Erdőtelki óvoda az egyik legöregebb épületünk. Nagyon sok energetikai felújítást kapott, új tetőt is kapott, de van még itt mit tennünk. A kiskörösi óvodák Erdőtelki óvodájának vezetője rengeteg új ötlettel fordult Kiskörösváros önkormányzata felé az energiaválságból adódó problémák megoldására.
ezt mindenkitől el is vártuk, hogy figyeljenek oda az energiaválság okozta pluszköltségekre. Az erdőtelki óvodába szívvonén különösen figyelt ezekre a dolgokra, és nagyon sok mindent oldottak ők meg a szülői munkaközösséggel, az ide erdőtelkiekhez tartozó szülőkkel, és ilyenkor az ember jó szívvel segít azoknak, akik komolyan veszik a munkájukat, és odafigyelnek mindenre. A legutóbbi fejlesztés során új nyílászárókkal bővült az erdőtelki óvoda, melynek célja továbbra is az intézmény költséghatékony működtetése. Egy álom valósult meg megint az erdőtelki óvodában. Hát természetesen az energia költséghatékonyabb kifizetése a célunk minden nap is. Ezt már jól, hogyha korán elkezdjük mi a gyerekeknek tanítani, és jó példával járunk azzal, hogyha ezt szemléltetni is tudjuk. Tehát átjöttünk, megnéztük az ablakot, megnéztük az ajtót, a gyerekek is megtapasztalhatták. Természetesen a távolabbi cél az, hogy ennél jóval hatékonyabb és költséghatékonyabban tudjunk működni nap mint nap, és év végén a záráskor elmondhatjuk megint, hogy sikeres volt a betervezett célunk. Az óvoda korszerűsítésében és fejlesztésében a szülők is aktívan kiveszik a részüket, hiszen az anyagi támogatás mellett kétkezi munkával is segítik az erdőtelki óvoda fejlődését. Az Érsekhalmát, Nemesnád-udvart és Sükösdöt összekötő szakasszal bővül tovább a Bács-Kiskunvár megyei kerékpárút hálózat. A 13 km hosszú nyomvonala a már megvalósult hajós Érsekhalma szakaszt köti össze a Sükösd mellett futó, az Euróveló 6 nemzetközi kerékpárúttal úgy, hogy legnagyobb részben a Dunavölgyi főcsatorna partján vezet majd. Bács-Kiskunvár megye önkormányzata pályázati támogatást nyert egy Érsekhalmát, Nemesnád-udvart és Sükösdöt összekötő kerékpárút megépítésére. A megépülő 13 kilométeres kerékpárútról számoltak be a Nemesnád-udvari Borbagoly Présházban. Az 54-es főút mentén húzódó, a megye közepén már meglevő, jóval 100 km fölötti hosszúságú úthálózatnak Baja irányába történő összeköttetése lesz a legfontosabb feladata ennek a kerékpárútnak. És ennek az igen jelentős kerékpárútnak, ennek a jó 13 kilométeres szakaszára nyertünk konzorciumban a településekkel ezt a turizmusra szánt összeget, és azt szeretnénk, hogyha itt ezt a környéket minél többen látogatnák. Rideg László hozzátette, a térség vízi turisztikai fejlesztése is tervezés alatt áll, amelynek eredményeként a jövőben lehetővé válik az evezés a Vajasfokon és a Dévécsén. Így a gyalogos, a kerékpáros és a vízi turizmus egymást erősítve komplex kínálattal vonza majd a látogatókat vármegyénkbe. Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a most megvalósuló kerékpárút hozzájárul ahhoz, hogy a térség ki tudja használni nagyszerű adottságait. Az a tapasztalatunk, hogyha valakit ide tudunk csábítani, eljön hozzánk, és megtapasztalja ezt a természeti környezetet, illetve megtapasztalja azt a bácskai vendégszeretetet, amely méltán híres, akkor vissza is jön hozzánk, elhozza a barátait, a családját, a kollégáikat. Tehát, hogyha el tud jönni valaki ide hozzánk, akkor ezt akkor utána visszajáró vendég lesz. Újdonságot jelent majd, hogy nem az 54-es számú főút mentén épül az új kerékpáros útszakasz, hanem leviszik a természet közelébe, hiszen a kerékpárosok is sokkal jobban örülnek annak, ha nem egy főút mentén kell tekerniük. A nyár beköszöntével mindenki vágya, hogy csobbanhasson egyet a kellemesen hűsítő vízben. A kiskörösi Rónaszéki fürdő erre ad lehetőséget, emellett idén is számos programmal készülnek a kilátogatók számára. A nyár beköszöntével ki ne vágyna arra, hogy csobbanhasson egyet egy kellemesen hűsítő vízben. A kiskörösi Rónaszéki fürdő erre ad lehetőséget, emellett pedig számos színes programmal is készülnek a kilátogatók számára. Lesz egy sportterasz megnevezésű kis rendezvénybázisunk, ami a büféteraszon lesz. Egy kicsit megnöveljük a méreteket, egy nagy tévét is ki fogunk intézni, és az EB-t, illetve az olimpiát fogjuk egész nyáron adni. Ezen kívül a már szokásos sportrendezvényeink is lesznek, lesz strandkézilabda tornánk 15-16-án júniusban, 29-én lesz egy
egy fiatalos buli, amit kimondottan a fiatal korosztálynak tervezünk, amit már tavaly meg is ígértem, hogy szeretnénk egy ilyen rendezvényt is. A rendezvény időtartama alatt a zene egészen éjfélig fog hangosan szólni, míg a fürdő területét 12:45-kor kell majd elhagyni. Tavaly egy picit felmértük azt, hogy milyen területen tudunk akár rendezvényekkel ugye előrukkolni. Ahogy mondtam már tavaly is, azt sajnáltuk, hogy a fiatal korosztályt, illetve a fiatal felnőtt korosztályt nem annyira tudtuk talán megérinteni, mint ahogy szerettük volna, és pont ezért találtuk ki ezt a június 29-i bulit, ahol egy picit talán nekik is tudunk kedveskedni. Júliusban a fürdő otthont ad egy országos strandbirkózó bajnokságnak, strandfocinak is, amelyekre jelentkezni a fürdő közösségi média oldalán és a pénztárnál lehet majd. Természetesen a tavaly nagy sikernek örvendő strandok éjszakája is megrendezésre kerül a júliusi hónapban. Augusztusban lesz a családi napunk, augusztus utolsó hétvégéjén, illetve azt még fontos tudni, hogy két hetente szombaton éjszakai fürdőzés is lesz a programban, ami azt jelenti, hogy a termálfürdőnek a használata további nyitvatartással lesz megtartva. További tárgyalások folynak a vízi zumbával és vízi tornával kapcsolatban is, illetve a fürdő munkatársai folyamatosan tartanak vízi játékokat vízálló kártyajáték formájában, mint például francia kártya, magyar kártya és únozni is van lehetőség. Annak, aki pedig szívesebben keresne más elfoglaltságot, lehetősége van szudokúzni és sakkozni is. Május 26-án a kiskörösi KSK országos korosztályos bajnokság harmadosztályában szereplő U18-as csapata hazai környezetben mérkőzött meg a nagykanizsai Tungszám Esselgárdájával. A találkozó 33-22-es gólarányú kiskörösi győzelemmel zárult, így a fiúk megnyerték a bajnokságot. A kiskörösi KSK U18-as csapata az országos korosztályos bajnokság harmadosztály D csoportjában szerepel az idei szezonban, melynek utolsó mérkőzésére május 26-án a sportcsarnokban került sor, amikor a kiskörösiek a Tungsram SE együttesét fogadták. A hazaiak számára már biztos volt a bajnoki aranyérem, így ennek tudatában léptek a pályára a fiúk. Ez az egész csapatra jellemző lesz, hogy ilyen nagy szívvel tudunk játszani, jó a mentális erőnk, és egy egész csapatként tudunk küzdeni, és ez kijött a bajnokság egész szakaszán. Az első fél időt még szoros küzdelem jellemezte, hiszen döntetlen eredménnyel vonultak pihenőre a csapatok, azonban a második játék részben sorra növelte előnyét a kiskörösi gárda. Az első fél időben úgy jöttünk le, hogy belehibáztunk támadásba és védekezésbe is, és aztán Tibiba edzőnk mondta, hogy szedjük össze magunkat, javítsuk ki a hibákat, és beállt Fülöp Félix, lezárta a kaput, és mi is támadásban nem hibáztunk, és szerencsére a végén be tudtak állni a kicsik, és őket is meg tudtuk lövetni gólokkal és helyzetekkel. A találkozó végül 33-22-es kiskörösi győzelemmel zárult, így 10 ponttal megnyerték az U18-as országos korosztályos bajnokság harmadosztály D csoportjának küzdelmeit. Úgy érzem, hogy nagyon fontos volt az, hogy a rájátszás első meccsén Kalocsán x-elni tudtunk idegenbe, az egy nagyon parázs meccs volt, és igazából az egész rájátszást, ha nézzük a Dunaújváros és a Kalocsával lejátszott mérkőzésekből nem veszítettünk pontot úgy, hogy mindenhonnan eljöttünk egy ponttal vagy kettővel, és ez az eredmény annak, hogy most itt ünnepelhetünk. A május 26-ai mérkőzést követően került sor az eredményhirdetésre, mely során Domonyi László városunk polgármestere és Ferenci Anita a sportszervezet társadalmi elnöke közösen adták át a díjakat a kiskörösi fiúk részére. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Megfelelő ütemben halad a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése. Új nyilászárókat kapott az erdőtelki óvoda. Újabb szakasszal bővül a Vármegyei kerékpárút. Izgalmas programokkal várja a kilátogatókat a kiskörösi Rónaszéki fürdő. Megnyerte a bajnokságot a kiskörösi KSK U18-as csapata. Kedves nézőink, minden munkatársam nevében megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket.
Legközelebb új összeállítással holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor, és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a Kiskörös TV közösségi média felületein. A híradót követően Naprakész című műsorunk következik, majd Heti Art című műsorunkban Füleki Antal, a 2023-as év labdarúgó edzője lesz vendégünk. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!